Nem tudom, új videót láttok? Vagy még a régit? Nem, ez új. Új, jó, oké. Okay. Bocsánat, itt puskáznom kell. Ja, igen, jó, oké. Okay. No, tehát ugye elindítom még egyszer. Jobb lemeny, egy szabálytalan szélű elváltozás van. Haránban megint egész más a benyomása az embernek. Tehát ez haránban ez nagyon nehezen lehet göbb. Akkor a bal oldal épp. Vissza a jobb lemenyhez, itt csak megállítom még egyszer. Tehát itt ezt lehetne göbbnek tekinteni, egy kifejezetten szabálytalan szélű részben talán elmosódott is, de itt megvannak ezek a lobuláltságok. De majd visszamegyünk, ugye most az ultramvezérelt szúrást mutatom. A tűvégét itt most jól lehet látni, ugye? Tehát haránban ez simán lehet ne egy gyanús göb, mint ahogy ezt is írták le egyébként előtte, de hozban ez nem göb. Na most nagyon szemétség lenne tőlem, hogyha nem adnék hozzá klinikumot, ami persze eldönti a dolgot. Nyaki fájdalom, magas láz, megelőző felségúti hurut nem lehetett hozzáírni a nyakához, tehát nyilván ezek alapján, aki a pajzsnyel foglalkozik, az tudja, hogy ez a klinikum eldöntött, hogy ennek a betegnek milyen van. Tehát nyilván nem teszem fel a kérdést, mert ezt mindenki tudja, tehát ez egy dökerben önmagában a klinikum alapján is. Hát a dökerben rettentő jellemző, hogy egyik oldalon kezdődik, és ez a megjelenés, ez gyakorlatilag egy típusos dökervenes megjelenés. Nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban valakinek más véleménye, vagy esetleg megjegyzése? Egy laikus kérdésem lehet. Hát, Karcsi, ha te laikust kérdezel, villanyszerelésről beszélsz, mert az nem értek, mert ha orvosás, akkor csak nem laikust kérdezel. Mond. De, miért szúrtad meg? Miért szúrtam meg? Azért szúrtam meg, mert olyan diagnózissal jött, hogy erretek már nem akarok hülyeséget mondani. Bocsánat, két lehetőség van, most elnézést, itt egy rakatesetet néztem az eltelt napokban. Az egyik lehetőség, hogy ez egy tiracöttel jött, fölidegesítve a beteg. A másik lehetőség, hogy abban volt kétségem, és azt hiszem, igen, ez volt az, bocsánat, rosszat mondtam, hogy viszonylag nem fájt a nyaka, érzékeny volt, és Hashimoto-ja volt? Szóval volt valami oka, tehát bocsánat, rutinszerűen nem szúrok bele dökerbenbe. Ezelőtt 5 éve még mindig beleszúrtam, az utóbbi 5 évben csak akkor szúrok bele, hogyha van valami probléma. Az egyik probléma az lehet, ne haragudjatok, most ez a fölkészületlenségem, hogy vagy az volt, hogy egy tiracötös útranggal jött, vagy az volt a probléma, hogy egy Hashimoto-s magas anti-TPO-ja volt. Azt most meg nem mondom, melyik a kettő közül. Bocsássatok meg, de mutatom a folytatását az esetnek, mert van egy folytatása, ami azért érdekes lehet. Azt látjátok, hogy 363 harmadik rész? Igen. Jó? Tehát ez jóval későbbi útrang felvétel a jobb levenyben. Lehet, hogy látunk benne szerkezeti eltérést, de hát az egyszerűen eltűnt, ami ott volt. És a bal lebenyben viszont látunk szabálytalanabb részt, tehát ez ha most kezdek magamhoz érni, tehát ugye a jobb lebenyben indult a folyamata, és utána átment a bal oldalra. Ez a felvétel akkor készült, azt hiszem kb. Fél évre az első megjelenése után, amikor már a jobb lebenyről nincs mit beszélni, az teljesen épp, de a bal lebeny még nem normalizálódott. Tehát a bal lebeny, ami az előző felvételen teljesen épp volt, azért bal lebenyen még lehet látni. Tehát a menet az volt, hogy az első felvételnél csak a jobb lebeny volt érintett, eltelt egy pár hét, a bal oldalon lett fájdalmas a nyaka, és ez a második felvétel az eredeti megjelenés után azt hiszem 6 hónappal készült, amikor a bal lebenyben még lehetett látni ezt az elmosódott területet. Tehát ha dökervenben valami kétségünk van, akkor
ott egy nagyon gyors útrangváltozás van ahhoz képest, hogy egy Hashimoto az például nem változik. Én nem tudom, ti mit szoktatok csinálni, a dökerőneseket addig követem, amíg az útrangkép nem válik szabályossá. Az elején egyáltalán nem szoktam gyakori kontrollt javasolni, mert hát, hogyha visszatér a panasz, akkor azt mondja, hogy hívjon föl, kezdje újra a szteroidot. Tehát azért nem hívom be, hogy újra van nyaki panasza, mert hát azt fölkészítem rá, hogy 60% az esélye, hogy én ugye szteroidot szoktam adni, hogyha adok valamit, majdnem mindig, hogy átmehet a másik oldalra, akkor szoktam rutinszerűen visszaívni, amikor már gyógyszer nélkül 6 hete tünetmentes, akkor szoktam egy útnagot meg egy vérvételt nézni, és onnantól kezdve fél év múlva, utána meg egy évente egyszer azért nézem meg az útrangot, mert azért az előfordul, hogy a dökerben elfedi a Hashimotót például. Tehát azért követem, hogy ha véletlenül kétféle tiroiditisze van, akkor nehogy azt mondjam, hogy meggyógyult a pajzsnyi, mint hogy a dökerveneseknél meg szokott gyógyulni. Nem tudom másnak, akár az eset kapcsán, akár a gyakorlat kapcsán milyen más javaslata van, vagy véleménye. Van a szteroidra egy séma, hogy hogyan, mielőtt teljesen elhagyom, hogy meg szoktam nézni még egyszer útlanggal, és abban teljesen egyetettek veled, hogy én akkor ülik nyugodt, hogyha útlanggal láttam, hogy meggyógyult. Hát az szerintem az általában egy két év egyébként, azt tapasztalom. Tehát... Nem tudom, hanem gyorsabban szokott bevenni. Hát sokkal szebb lesz, nem arról van szó, csak én azt várom meg, hogy normalizálódjon. Tehát, hogy ennél a betegnél itt van ez a baloldali még maradványjel, itt a végén mutatom még egyszer a videónak. Tehát ez a jobb lebeny, ami az első időn nagyon ronda volt. Jobb lebeny hozba. Hát ez a szabálytalan EU-szegénység szűnjön meg. Tehát, igen, csak én nekem az a tapasztalom, persze voltam beteg, amelyeknek megszűnt egy éven belül, azt sem mondom, hogy nem egy ritka dolog, de hát szóval én nekem, hát nagyon sokszor szerintem az egy két év, mire ez is eltűnik. Persze, hát ez nyilván betege válogatja. És talán is ez befolyásolja a szteroid terápiák a leépítését, vagy tehát, hogy annak a sebességét, hogy hát ugye, a hangkép hogyan alakul, vagy inkább a panaszokra, inkább a klinikumra? Hát én szerintem a klinikum a döntő, meg a CRP. Ez a kettő eldönti. Mi, van... Nehéz már ebben. Tessék? Bocsánat, csak annyi, hogy ebben a konkrét esetben ez nehéz, mert itt most írtad is egyébként, hogy a CRP az 3,4-es volt, úgyhogy szerintem még az is hozzájárul. Ja, akkor igen, bocsánat, ez volt, ezért szúrtam. Ugye persze én meg elnéztem azt, hogy fönt van az eset, és nem azt a izét néztem, na bocsánat. Jó, na akkor itt van, jó, akkor most már én is látom, amit az interpretre főtöltöttem, meg kellett volna olvasnom. Jó, tehát még egyszer ugye azért szúrtam meg, mert 3,4-es volt a CRP-je, persze, jó. És volt egy 344-es antitépiója. Na, oké, elnézést. Tehát akkor ha visszamenjünk az első dologra, akkor ez volt az oka a szúrásnak. Na, szóval ez egy kirívó eset, tehát a CRP azért általában jelezni szokta a dolgokat, szerintem nagyon-nagyon jó arányban. Biztos, hogy nincsen ráírva, hogy melyik fajta tiroiditisze van, az semmi kétségem nincsen. Elindultam még egyszer az elsőt. Első részt látjátok? Igen. Jó, tehát ez teljesen igazatlan Karcsi, tehát ez simán pontul tud kinézni. Tehát ez nem az a típusos elmosódottság, hanem inkább viszonylag éles széle volt ennek a gósznak, és mondom ehhez, bocsánat, még egyszer viszonylag, hogy 344-es antitépiója volt a betegnek ugye egy korábbi vizsgálat során, tehát itt a differenciál diagnosztika miatt szúrtam meg, és hát a citológia az egyértelmű volt, hogy dökervenye van, és ugye ez itt el is tűnt. Ez a része, ahogy láttátok. Más megjegyzés ezzel az esettel kapcsolatban? Jó, hát ha nincsen, akkor megyek az utolsó. Ja, mondja. Nagyon rövid, mert éppen a napokban futottam be egy hasonló esetben én is, ahol az volt ugye a diagnózis a radiológus szempontjából, hogy egy TIRADS 5-ösnek véleményezte egyébként, és akkor a beteg az tényleg úgy volt, hogy jött oda, hogy akkor ez biztos, hogy műtét. Mondtam, hogy azért várjuk, amíg meggyógyul, és ahogy meggyógyult, tünetei elmúltak, úgy aztán egyébként egy kontroll ultrahangot csináltattunk, és akkor már gyakorlatilag teljesen rendben volt. El is tűnt onnan az egész képet, úgyhogy egy fölösleges ijesztés volt, hát, csak igen. Az irányában.
Na most akkor mégis nem arra megyek, ami soron következik, hanem van egy plusz esetem, akkor mégis csak azt mutatnám. Egyébként már hadd szóljak akkor még egyet. Persze. Ugye elvileg a tilac, az EU tilac leírásban is az eredetiben, ott van egy ilyen kérdőív, ami benne van a klinikum. A radiológusok ezt nem kérdezik ki a betegtől, csak megnézik a képet és azt értékelik. De önmagában a kép így, hogy fájtnak és stb. Stb. Tehát a klinikai kép nélkül azért az életveszélyt így értékelni. Pont erről a koreai újságban írtunk a bécsi kollégákkal, hogy a mesterséges intelligencia is itt téved, mert hát nem értékeli az összes klinikai adatot, csak a képet kizárólag. ...2169-es esetet látjátok? Igen. Jó. Nem zsákbamacska, ez megint egy dökerben. Egy enyhe nyaki érzékenysége volt, megint ha ezt harántban nézzük, ez így akár egy papilláris rák is lehetne. Simán lehetne egy papilláris rák, ilyen kirágott széllel, nem elmosódott, hanem éres szélű. És itt a hosszmetszet sem messze nem olyan megnyugtató, sőt azt mondom, hogy egyáltalán nem megnyugtató ez a hosszmetszet. Tehát ez ebben a szemben az előzővel, ez hosszmetszetben is beleférhetne egy papilláris rákba. Úgyhogy ez a, hát nem szeretem, mikor valaki ilyet sem, és én sem, akit anekdotázik, de azért azt nem felejtem el, mert az egyik vezető sebészünknek, a pajzsmirigy sebészünknek a lánya, és az előző héten volt, hogy volt egy fals negatív citológiám, amit ő műtött. És ezután jött a következő héten a lányával, és akkor mondta, hogy na most akkor nehogy tévedjél. Na jó, szóval, oké. Tehát ez dökerben lett, tehát így nézett ki először. És akkor itt a folytatás, hát ez egy másik útrang géppel van fölvéve. Az EHO szegénysége megmaradt, de ha megnézitek, hát ebbe nincs az a gyanús terület. És a másik, ami rettentő jellemző a dökerben aktív és megnyugodott stádiumára, hogy a dökerben mellett egy elég jelentős pajzsmi nagyobbodás van. Tehát ha megnézitek ezt a pajzsmi méretet, ez már mindjárt még egyszer elindítom ezt, vagy megállítom itt. Ha meg tudom. Tehát ugye innentől idáig 1 centi. Így 1 centi. Tehát ez az 1 centit se éri el a haránt átmérője. Most, hogyha visszamegyünk a másik képre, amit az előbb mutattam, hát akkor ez a haránt átmérő, ez itt innentől idáig 1 centi. Hát ez mit tudom én, 18 mm, most hasra ütök, tehát egy drasztikus térfogat csökkenés van. Na tehát, ha már dökervennél voltunk meg, hogy a dökerve mire képes, milyen útrán képre, rémronda képre képes, hála jó Istennek az estek nagy részében, bőven 90% fölötti esetben van egy típusos klinikumunk hozzá. Megjegyzés, kérdés ezzel kapcsolatban? Igen, nekem van egy kérdésem, nem szorosan a képhez, igen, hanem a képhez kapcsolódóan is, hogy a steroidkezelés elkezdésében az milyen gyakorisággal kezded el a tapasztalatot szerint, illetve hogy ez összefüggje azzal, hogy mennyire ronda ez az útrános kép, tehát ez segít nekünk. Figyelj, biztos, hogy eltérünk, tehát ugye múltkor nem tudom, a Valkus Zsuzsa az neked főnököd, vagy nem főnököd? Igen. Főnököd, már mondta a Zsuzsa, hogy nektek van egy külön szegedi titkotok, hogy hogyan alkalmazzátok a szteroidot a dökerelleneseknél. Az irodalomban vita van arról, hogy mit adnak. Én azt gondolom, hogy enyhe esetben semmit nem adok, nagyon enyhébe, vagy szükség esetén non-szteroidot, de amikor egyértelmű fájdalmassága van, ami egy 2-3 nap után nem szűnik meg, és nem az ultrahangkép dönt, tehát egy nagyon enyhe eltérésnél is nagyon fáj a nyaka, és egy nagyon rondánál is lehet viszonylag panaszmentes, engem szinte kizárólag a klinikum vezérel. Egy kivétel van, ami lehet, hogy hülyeség, mert ugye azért annyira sok eset nincsen, de hogyha tartósan van egy elhúzódó hipertireózisa,
Tehát ugye hiába, hogy nincsen hozzá klinikuma, de mondjuk hozott egy január 15-én egy 32-es FT4 értéket, aztán február 28-án alig volt panasz, de még mindig, mit tudom én, magas FT4 értéke van, akkor beszoktam avatkozni. Tehát akkor ez egy ritkább oka, mert általában a fájdalom meg a hormonátérés az paralel jár, de ez még egy lehetséges ok, amikor beszállok. De nem tudom, mások hogy szoktak eljárni, én így járok el, más hogy jár el? Karcsi? Én a célokat figyelembe szoktam venni, azok nem adok, mit adok. Bocsánat, a mit csinált? CRT-t. Aha, meg a csőzés. Más megjegyzés, kérdés ezzel kapcsolatban? Tamás, hogy annyit kérdezik, hogy ilyenkor, amelyik ilyenkor van, ritkán látunk ilyen kervent, hogyha mondjuk ezzel társul egy nagyon magas perifériás FT-i emelkedés, akkor mi ez a pont, amikor tirostatikumot is adsz átmenetre? Nálam ilyen pont soha nincsen. Ugyanis, hogyha nagyon magas, akkor ugye ez egy széteséses hipertiriózis, illetve szétesés miatt magas. Másfél nap, vagy nem tudom mennyi az FT, nem az a metotrin felezés ideje, nem tudom mennyi adat bomlik a T4, szégyen gyalázat, mindegy. De amint megszüntettem a gyulladást a szteroiddal, egyszerűen lebomlik az, ami a vérben van. Most ehhez képest én abszolút illogikusnak találom, hogy a termelést csökkentsem. Tehát én sose adok, sőt, bárki szed egyértelmű gyökerben metotrint, azonnal leállítom. Még annyit, hogy én amit a gyakorlatban szoktam a klinikumban adni, ugye, hogyha, főleg, hogyha a tahikard is mellette, akkor egy kis humapronollal még azért a tüneteket egy picit tudom javítani. Hát persze, nyilvánvaló. Hát persze, ez nyilván persze, ez erről nem beszéltem. Kellett volna, egyértelmű igazad van, teljesen igazad van. De én nagyon nem... Szóval én nekem volt egy olyan tapasztalatom, egy életenyomot hagyott bennem 20 évvel ezelőtt, egy hasi toxihózis beteg kapott metotrint egy nagyon enyhe eltérésre, és az meghalt agronucitózisba. Nyilván rengeteg embernek adok metotrint, de az, hogy fölöslegesen adjak metotrint, én, és ez a dökerben nekem a klasszikus példa, amikor tök egyértelműen azonnal leállítom, mert minek tegyem ki a nagyon kicsi kockázatnak is, amikor egyszer nem látom az értelmét. Ami persze vannak, nem a dökervennél, ugye a Hashimoto mellett, meg ugye a Hashimoto, meg a Graves, hogy most időnként hogy fedi át egymást, meg hogy nem, ott persze előfordul, hogy jobb meggyőződésem ellenére, amikor már ismételten látunk egy enyhe hormontöbletet, ott adok metotrint, tehát nem arra van szó, hogy én ettől írtózom, meg hát nyilván bazilokosokat azzal kezelek, hát mi a nyavajjal kezelném, de a döker az tök egyértelmű, azonnal leállítom, amint megvan a diagnózis, mert semmi értelme nincsen, tehát nyilvánvalóan nincsen értelme. Egyetértek. Köszönöm.